az aukciók műtárgyanyagát, és próbáljak néhány olyan dolgot figyelmükbe ajánlani, amelyeket én magam vagy a kollégáink bérkornak tartunk arra, hogy kiemeljük a kollekcióból. Hát akkor hoztam ezt, és akkor gyorsan ezzel kezdek, és aztán utána végig szaladunk egy picit a kollekción. Ezt a tárgyat azért hoztam, és tartom kiemelkedőnek, mert egy kevéssé ismert, jelentős magyar üvegtervező iparművésznek az alkotása. Őt úgy hívták, hogy Sovánka István. A századforduló üvegművésze volt. Tulajdonképpen a francia szecessziós mesterek ihlették az ő művészetét itt magyar földön, tehát a minta mindenképpen Emil Gallé, akinek egyébként az alkotásaiból néhányat lehet látni az elől megtalálható vitrinekben, és Sovánka István műveiből elég ritkán kerül piacra darab. Tulajdonképpen picit azt is lehet mondani, hogy nem is kellően megbecsült, és most úgy érzem, hogy ez a darab, ez egy olyan kiemelkedő példánya az ő munkásságának, aminek, bár Péter az előbb már mondta egy festmény tekintetében, itt a gyarmati tekintetében, hogy talán közgyűjteményben volna a helye, erről a vázáról mindenképpen az a meggyőződésem, hogy méltó lenne erre. Méretében, bonyolult technikájában, és ráadásul datált egy ajánlószöveggel, Zegel Ambrusnak ajánlotta ezt a munkáját, saját jelzésével is ellátta, és hát különféle kézműves mesterségeket jelenít meg a művész a váza balástján, a népies szecesszió tipikus motívumait használva keretelésnek. Mindenképpen azt javaslom, ha gondolják, akkor jöjjenek majd közelebb és vegyék kézbe. Ritkán látható páratlan darab, tehát ha ez magángyűjteménybe kerül, nyilván ott is méltó helyre fog kerülni, de eltűnik majd a szem elől, és lehet, hogy hosszú idő, mire újra közönség elé kerül, és újra lehetőség nyílik arra, hogy akár egy közgyűjteményt megvásárolhassa. Úgyhogy ez olyasmi, mint ahogy mondani szokták, mint a mennyasszony. Tehát ezt akkor kell venni, vinni, amikor kérik, mert később bizony már nem biztos, hogy ugyanazok a pozíciók. És akkor visszatérve a műtárgy kollekcióra, én azt az összefoglaló jellemzést tudnám mondani erről az anyagról, hogy egy nagyon színes anyagot sikerült összeállítanunk. Ebben az egyik igen talányos és nagyon értékes kollekció, a záró kollekció, a fegyverek, amelyek között egy gyönyörű ampírszagja, ami kiemelkedik kvalitásában az összes többi közül, egy 1803-as pesti Fischerli Ót fegyverműves, ezüstműves által készített darab. Pici érdekesség még, hogy ezt a fajta jelzését a mesternek nem ismertük eddig, úgyhogy ez egy újfajta variánsa az ő jelzéseinek. Illetve a zárótétel szintén nagyon érdekes, mert a magyar királyi testőrség egyenruhájának feltehetően az egyik darabja van a vitrinben. Ez egy nagyon erős valószínűsítés, de sajnos még teljes bizonyosságot nem sikerült találni ennek igazolására. Számos olyan darab is van a kollekcióban, ami a magyar, illetve hát, kultúrtörténeti vonatkozást hordoz. Az első napi ezüst kollekcióban is van egy nagyon szép doboz, ami az Atlantika gőzhajó vízrebocsájtásának alkalmából készült. Ez egy kordokumentum. Tekintettel arra, hogy a doboz belső oldalán a vízrebocsájtás alkalmából megjelent prominens személyek csoportképe látható, illetve a doboznak a homlokfalán pedig ezen személyeknek az aláírásai. Úgyhogy erről a darabról is el tudom képzelni, hogy méltó lehet egy közgyűjteményi vásárlásra. Természetesen van egy nagyon gazdag magyar kerámia kollekciónk, ami, hát az én kedvenc darabok, kollégáim mindig mondják, hogy mindig nekem ezek a zöldek tetszenek, hogy mit csináljak, de itt fönt Korka Líviának ez a rusztikus mázakkal készített zöld vázája az egyik kedvencem ebben a tárcsoportban, és itt a vitrinekben végig lehet látni a zsolnai kerámia tárgyakról egészen visszafelé talán Fischer kerámiák is vannak, és a modern kerámiák felé is nyitunk. Janáti Viktornak van itt egy plakettja, aki Gábor István tanítványa volt, és nagyon bízom benne, hogy kedvező fogadtatásra talál a közönség körében. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez már a második kísérlet, az első egy Don Quijote-t ábrázoló nagyon-nagyon szép plakett volt, hát az nem volt akkora siker, ezt most kár eltagadni, de remélem, hogy az idő lassan meghozza azért az étvágyat ezek iránt, a tárgyok iránt is. Nem szeretném nagyon hosszúra nyújtani a mondanomat, és még feladatom elmesélni a technikai részleteket az árverés menetével kapcsolatban, bár ez szerintem jó része ismerősen fog csengeni önöknek. 13-án 18 órakor kezdünk az ékszerekkel, és az ezüst kollekció zárja az első napi árverést, a második napon pedig festményekkel kezdünk, szintén 18 órakor, és a műtárgyak zárják a kétnapos árverést. Az előttünk álló hétvégén még lesz egy tárlatvezetés, most szombaton én vittem körbe az érdeklődőket a műtárgyak világán, és meglepően nagy érdeklődés volt, ez most a dicsekvésnél volt. Nagyon sokan eljöttek és ránk szánták ezt az időt. Én remélem, hogy a mostani szombaton pedig a festmények világát is ugyanekkora érdeklődés fogja kísérni. És ezek után még annyit kell elmondjak, hogy természetesen van lehetőség a szokásoknak megfelelően telefonon, illetve vételi megbízások alapján is licitálni, akkor a ház képviseli a megbízót. Minden egyéb technikai részletben pedig az a kérdés viszont akkor állok rendelkezésükre. És hát mivel ma ez így alakult, hogy ilyen furcsán ugrálunk az időrendiség és a műfajok között, én most kérem fel kolléganőmet, hogy legyen kedves, akkor esélyen pár szót az ékszerekről.